Régi zeneegyüttes muzsikája adta meg az alaphangulatot a koronázási ünnepi játékok utolsó napjának. Az Icsi Ligetben vasárnap is várják a családokat. Többek között kipróbálhatják a népi játékokat, a középkori kaszinót vagy a lovagi tornát is a kisebbek és nagyobbak. A homokzsákokat a hét utolsó napján is ügyesen kerülgették a gyerekek. Lebújunk, aztán úgy átmegyünk a zsákon. Szerintem ez nagyon könnyű, jó átmenni rajta, meg tanulságos. Át tudunk menni akadályokon, meg ebből legalább tanulunk, fejlődünk. Egész nap színes programokon vehetnek részt a látogatók. A különböző helyszínek között kellemes környezetet biztosít az Icsi Liget. A háttérben majdnem mindig régi zeneegyüttesekkel találkozhatunk, akik a muzsikát szolgáltatják. Innen indulnak egyébként minden belvárosi portyájukra a gólyalábas zenészeink is. Úgyhogy egy igazi kis családi paradicsomot alakítottunk itt az Icsi Ligetben, az árnyas fák alatt. Igaz, hogy a mai napon ez nem feltétlenül jellemző most még, hogy nagyon meleg lenne, de az elmúlt napokban is észrevettük, hogy egy kellemes árnyas helyen nagyon sokan érkeznek és töltik itt a napjukat. A belvárosban is érdekességek, látványosságok fogadják a járókelőket, akik például középkori ostromjátékkal is megismerkedhetnek. Ugye úgy működik, hogy a fehérek egyet tudnak lépni, előre tudnak lépni vagy oldalra, így fognak tudni benyomulni. Szóval a feketékök mehetnek bármerre, akár átlósan is, illetve tudnak ugrani, és így le tudják venni a fehér figurákat, és ugye így tudják megvédeni gyakorlatilag a várat, hogy minél többet le akarnak ütni. A még a 21. században is izgalmas harcban szívesen vesznek részt a gyermekek. Nekem könnyű volt. Mikor én voltam a védő, akkor kicsit nehezebb, de így, hogy így be kell foglalnom, így könnyebb. A koronázási ünnepi játékok zárónapján a középkori forgatag ismét megelevenedik. Bele lehet tekinteni a régmúlt emberek életébe, alkalomban népi játszóeszközöket kipróbálni, vagy akár kosárhintában is ringatozhatnak az óvodáskorúak.